labda. Labda nélküli kiállítás mezeira, és nagyon gyorsan elvégezték rendezetlen védelem ellen. Igen, sima Roland szerep Bottonnak a labdát. Úgyhogy most adott a feladat, hogy ezt a fort is kivédekezze a Vasas. Nem sikerül. Piros Barnabás, nagyon szkjuk. Ugyanis a kiállítás. Igen, hát vele se sokat gyengültünk ez a mezei bedőpáros. Sokszor szoktunk róla beszélni, hogy azért ez egy erős páros, és gyönyörű a befejezés. Ennél jobban nem lehet kijátszani. Most ugye nincs emberelőny még egyelőre. Rangyalovics vissza Vadovicsnak. Vadovics. Jó. És hát Szava Rangyalovics. És kitoljuk a centert egészen 5 méterig. Így elég messzire kerülnek a hátsó lövők is. Ott már nem mert faltolni Brügója Mesosra. Igen, Vadovics ott látta szabálytalannak a játékvezető. Márkonyi, Sélei. És Sélei bepattintja. Szépen lőtte be rossz kézről a 3-2-es fort. Nem az egybe Vis meg megverte Szatmárit. És kapura megy. 5 méteres. Igen, ez sajnos más nem lehet, csak 5 méteres. Meglátjuk. Jól érezte az irány. Bátori kapja. Ez is 5 méteres. Egy szép elzárásból Bátori adta fel. Jobbak leszünk a 5 méteresek gólra váltásában. Maga biztosan értékesítette. Bátori. Brügójám. Erdélyi. Vissza Draskó Brügójánnak. Zerinvári, Bátori, és Bátori Bence, a csapatkapitány is feliratott perc még a támadóidőből, Bátori, és egy kiállítás. És ott a négybe gyorsan megoldják, 5 méteres, labda nélküli kiállítás. Bátori is gyakorolhatja az 5 métereseket. Ő is maga biztosan érdem, Bátori kéri a labdát, talán ott lesz Erdély majd. Közben Zéman is visszajön, de Bátori. Bátori elvállal. Szemek közé, is. Ahogy mondani szokták. Labda. Vis meg Zsombor. Megint Sélei. Most egy kiállítás. Simon Roland Beckett, és nagyon gyorsan el is lövi Sélei. Egy gólra feljöjjenek. Sélei nagyon sokat van a játékban. Csak mondanom kellett. Elég most... maga biztosan lőtte be megint a rossz kilei kapunk előtt. Most vesszük csak észre. Igen, Brügójan visszaúszik. Igen, ez most itt sajnos egy kisebb kommunikációs zavar volt, és... Hát azt nem mondom, hogy Erdély Balázs élete legszebb gól. Vadon nélküli kiállítás, Sélei Áki mezeiről. Sikerült igen mezeinek most kiállítást kiharcolnia, és... Gyönyörűen mezei után a centerben meg is oldja. Utolsó szó és gólt lövünk az utolsó másodpercekben. Brügújántól kéri Szedlmájer. Hát ez a végletekig ki lehet játszani, és hát Rangyalovics lövést érhetett. Most Szedlmájert küldte ki Csanádi játékvezető. Most is majdnem elkapkodta a Miskolc, de megmentik a labdát. Hey. Sajnos a kisünket, vagy ha úgy veszük, akkor a Miskolc ember előnyös támadását. Sélei át a túloldalra, és sajnos Tűzsér Dávid is, ami ezzel jússzik is hátra. 5-4-be oldják meg az ember előnyt. Ez most azért nagy szansz. Vadovics. Vadovics megoldotta. Azért hozzáteszem, hogy sokszor igen, de hát ebben nyilván benne van az, hogy Mizsei az előzőt kivédte, és most már jobban próbálták a Miskolciak helyezni. És ismét a gyors ember előny kihasználás.